Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2021. október 4-én hétfőn. A pontos idő 19 óra, kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. 20 éves a Túr Tűfolt varrószakkör. Rex Mentőkutyás Egyesület bemutatója. A 20. születésnapját ünnepelte október 1-én a Túr Tűfolt varrószakkör, amelyet egy fantasztikus kiállítás keretében ünnepeltek meg. A jubileumi ünnepségen Herceg Zsolt polgármester, valamint Varga Kálmáné Ibolya szakkör vezetője nyilatkozott televíziónknak. 20. jubileumi születésnapját ünnepli a Túr Tűfolt varrószakkör. Milyen gondolatokat tudna hozzáfűzni ehhez? Hát nagyon örülök, hogy elérkezett az életükben ez a szép jubileum, és még abban is bízom, hogy még sok szép évfordulót fognak tudni megünnepelni. Hát ahogyan a köszöntőmben elmondtam, ők is Mezőtúr városának egyik értékes közösségét alkotják, és hát amit kiemeltem még itt a köszöntő alkalmával az az, hogy amikor bajból számíthattunk rájuk, és hát hallhattuk azt is, hogy milyen sok megfordultak itt a kezeik között, hány mezőtúri polgár tanítottak meg a foltvarrás művészetére, és hát csodálatosak ezek a dolgok. Most még nem értem körbe, de már a nagy részét az alkotásoknak sikerült megnéznem. Hát csodálatos dolgok, hát nyilván azt tudom, hogy nekem nem lenne ehhez türelmem, hogy hosszú órákat töltsek el a tűvel az alkotásokon, de szóval le a kalappal a hölgyek előtt, és hát az is nagyon nagy öröm számomra, hogy mennyire összetartóak, és annak is nagyon örülök, hogy vidéki kapcsolatokkal is rendelkeznek. A 20 év alatt nagyon sok vidéki ismerős barát került be ebbe a közösségbe, ha velük ugye sűrű nem is találkoznak. Most éppen hétvégén lesz ez a kis foltvaró táboruk, ami ugye már most hagyomány, évek óta megrendezésre kerül, és hát ezáltal nyilván városunk Mezőtúr jó híre is szárnyak el az ide látogató vendégek által, és hát nem utolsó sorban a mezőtúri szorgoskezű hölgyek által, úgyhogy csak szívből gratulálni tudok ehhez a kiállításhoz is, és hát azt is természetesnek tartom, hogy az önkormányzatunk ezeket az értékes közösségeit segíti, támogatja. Ugye itt a hölgyek a közösségi ház falain belül tudnak alkotni zavartalanul, és hát mi az önkormányzat részéről pedig anyagilag őket és mint nagyon sok mindenki más próbálunk támogatni azért, hogy elérjék a céljaikat. Úgyhogy boldog születésnapot kívánok nekik, és nagyon jó egészséget, és azt szeretném, hogyha még nagyon-nagyon hosszú időn keresztül tudnák egymás szeretetét, tiszteletét élvezni, és az alkotás örömét is ugyancsak élvezni és gyakorolni. 20. jubileumi születésnapját ünnepli október 1-én a Túr Tűfolt varrószakkör. Mit tudhatunk a szakkörről? Hát 20 éve együtt dolgozgatunk, alapító tagok hárman voltunk, és folyamatosan jöttek az új tagok, tanfolyamokat tartottunk, és hát igyekszünk kreatívan dolgozni, új technikákat tanulni, tanítani egymásnak. Eljárunk országos kiállításokra, táborokba, rendezvényekre, és próbálunk belőle, ami ott tetszett a többségnek, azokat itt megvalósítani. A másik meg mindig próbálunk ilyen kreatív dolgokkal előrukkolni a kiállításokra, mint most is van egy jó pár, amit máshogy nem nagyon lehetett látni. Nagyon ügyesek, lelkesek a régi tagok, és a új csoportban is nagyon sok tehetséges van, és nagyon örülök neki. Hogyan alakult meg a szakkör? Hát végül is én kint voltam Amerikában a fiaméknál, és ott mentünk el egy olyan méteráru boltba, ahol megláttam ezeket a dolgokat, megláttam, hogy ott tanítanak meg minden, és akkor onnan hoztam az ötletet, és itt találkozott az én ötletem a Dolány Anna, aki itt már megalapította, szintén külföldről hozta ő is az ötletet, és akkor így álltunk rá 21 évvel ezelőtt, mert egy év most sajnos kiesett a munkákból.
Körülbelül hány tagja van most a szakkörnek? Mi az öregek, haladók, így nevezzük magunkat, mi vagyunk 22-en, a kezdőcsoportban is 20 körül van. De nagyon sokan, olyan 70-et számoltunk össze, akik már megfordultak nálunk, vagy elköltöztek, vagy abba hagyták, vagy szülés jött közbe, és nem tudnak eljárni. De most olyan 40-en stabilan járogatunk, varogatunk. Hát ez az egy év most nagyon-nagyon kiesett a mi életünkből is, mert alig vartunk. Nem volt hangulata kedve senkinek, meg hogy nem tudtunk összejárni. Azt mondták, úgy egymáshoz, úgy stikibe azért csak elmenegettünk, hogy nincs kinek megmutatni, azért nem varnak. Mennyi ideig tart egy ilyen, ami mögöttünk van, például szőnyegnek a megvarrása? Hát az 2 hét minimum. 2 hét. Én amikor varrok délelőtt, ugye házi munka, főzés, egyebek, és akkor leülök a varrógép mellé, 2 óra fele, 7 óráig igen csak ott vagyok, és az alatt egy táska biztos megszületik. Milyen anyagokat használnak általában? Hát először a turkálóból kezdtünk építkezni, de utána már annál nagyon sok méterárus ráállt ezekre az anyagokra, mert csak pamut alapanyagot érdemes használni, és már most azért újabb anyagokat veszünk, de felhasználjuk, ami a turkálóba szép ágynemű húzat, ilyesmi, hátlapnak, bélésnek, tehát azt is azért igyekszünk hasznosítani. Meg farmereket, én a farmermániás vagyok, meg egy jó páran, és akkor gyűjtjük a kinőtt, elhasznált farmerekot, és abból táskákat, általában farmertáskákat varogatunk itt többen is. Mennyire nehéz ez a féle foltvarás? Nem olyan nehéz, figyelni kell, az biztos, de sablonnal kezdik a kezdők, előre rajzolják, és hát a varrógépet kell jól ismerni hozzá. De van, aki csak kézzel var. Van olyan idős, aki nálunk csak kézzel var, és gyönyörűen var kézzel. Az hosszabb ideig tart, de nagyon szép, mert itt is van olyan munka, ami kézzel készült. Hogy néz ki egy ilyen foltvaró szakkör? Például keddenként van ugye 2-től 4-ig itt általában. Hogy varnak? Tehát mi alapján varnak? Hát én megcsinálom mindig a féléves munkatervet, általában fél évre előre. Pedagógus múltam, ugye, tanmenet. És akkor az alapján megbeszéljük mindig, hogy mit varunk a következő héten, ahhoz hozzuk a mintákat. Varógépünk van már 5 darab, és aki gondolja, az ott megvarja, van, aki hazaviszi, otthon varja meg. Egymásnak is hozunk ötleteket, ugye a Pinteresten például rengeteg ötlet van, onnan is szoktunk lopogatni, megszerkesztjük. Aki már rutinosabb, mint mondjuk én is 20 éve, meg Marika, meg Nagy Erzsike is, elég, ha látunk egy munkát, és akkor az alapján megszerkesztjük, megcsinálják a szabásmintát, és akkor a többieknek megtanítjuk varni. De a fiatal csoportban is vannak nagyon ügyesek. Most is egy szuper teknőc hátizsákot vartak. Még megkértem, hogy tanítsák meg nekünk is. A közelmúltban került megrendezésre az őszülő elnevezésű rendezvény mezőtúron, amelyen köszöntettük a Rex Menti Kutyás Egyesület tagjait, akik egy izgalmas bemutatóval rukkoltak elő az érdeklődők számára. Szeptember 25-én került megrendezésre a mezőtúron az őszülő elnevezésű rendezvény, amelyen köszöntettük a Rex Menti Kutyás Egyesületet, és akik egy csodálatos műsorral készültek ide nekünk. Mit láthattak a közönség, mit láthatott az elmúlt percekben? A Rex Menti Kutyás Egyesület a mindennapos életéből adtunk egy kis bemutatót. A kutyáink a fegyelmező gyakorlatokat mutattunk be, amit minden kutyának tudni kell, aki éles bevetésre megy, majd személykeresésnek az alapvető gyakorlatait mutattuk be, majd az egyesületünk rendelkezik közbiztonsági és vagyonvédelmi tevékenységgel, őrzővédő bemutatót mutattunk be, majd egy kis pluszként dog dancing versenyszámnak a bemutatóját mutattuk be. A műsor közben volt arról szó, hogy ezekből a gyakorlatokból a kutyák vizsgát is tettek már korábban. Igen. Tehát ezeknek a kutyáknak alapvetően a képzés után vizsgát kell tenni, hogy bevethetőek legyenek, szolgálatba menjenek, majd minden évben meg kell ismételni a vizsgát,
tehát úgymond egy műszaki vizsga, mint az autóknál van a műszaki vizsga. Tehát ennélkül a vizsgák nélkül nem mehetnek bevetésre szolgálatba a kutyák. Többfajta kutyát is láthatunk, ez mennyire fontos, hogy milyen fajtájú a kutya? Hát ugye nem nagyon fontos a kutya, legjobb belga juhász, német juhász, vagy ezeknek a keverékei, de látszik, hogy van orosz terrier. Hát ugye a mérettől függően azért egy területkutató kutya, amely lehet, hogy egy éles bevetésen fut 40-50 kilométert, azt lehet egy törpelábú tacskó nem bírná annyit, tehát ott azért ezt figyelembe vesszük. Az őrzővédő gyakorlatoknál, személyvédő tevékenységnél megint azért a méretet figyelembe vesszük, de amúgy amelyik kutyában benne van a hajlam, az ösztön, az mindegyik alkalmas erre a munkára. Mennyi időt vesz igénybe a kutyáknak a kiképzése? Hát egy alap kiképzés, ugye az több hónapos, mindenféle kategóriából. Ugye, ha megvan az alapkiképzés, akkor ugye a szinten tartó képzés nagyon fontos, ami heti rendszerességgel azért szükséges a kutyáknál. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túr Hírmondott című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!